Nagyon szép ez az épület, és úgy érzem, hogy nagyon jó az akusztika, úgyhogy szerintem egy remek koncert lesz. Balogh József Liszt-díjas zongoraművész játékát hallgathatták a Szekszárdi Művészetek Házába látogatók október 23-án. Az emlékkoncertet Liszt Ferenc születésének 110. és a magyar forradalom 65. évfordulója alkalmából rendezték meg. Az európai hírű magyar előadó egyenesen Kijevből érkezett Szekszárdra. Mindig nagyon jó emlékezni a forradalomra, főleg, hogyha Liszt zenéjével tesszük ezt, és nem játszottam még itt, úgyhogy nagyon szívesen jöttem. Tegnap este 7 órakor játszottam ki ebben az Ukrán Nemzeti Filharmóniában, az Ukrán Nemzeti Filharmóniának a zenekarával, és szólóprogramot is játszottam Nikolaj Diadóra vezényelt. Egy fantasztikus, szép esemény volt, nagyon szép emlék marad róla, és hát hajnalban indultam el Budapestre. Először Bécsben szálltam le, mert nem volt közvetlen gép, úgyhogy Bécsből hazavezettem, és aztán jöttem Szekszárdra. Nem véletlen az sem, hogy a koncert nyitó darabja is Liszt Ferenc Funeráj című műve volt, ami magyarul temetést jelent. Igen, hát ezt Liszt a 48-as hősök emlékére írta, úgyhogy azt gondoltam, hogy ez egy nagyon releváns darab ezzel indítani ezt a koncertet. Amikor egy szerzőtől állítok össze egy programot, akkor próbálok minél szélesebb repertoárt megmutatni a közönségnek, és ez most is így lesz, hiszen Lisztnek különböző korszakaiból fogok játszani, nála nagyon fontosak azok, hogy például átiratokat is játszunk, hogy ő nagyon szerette megmutatni a kollégáinak a darabjait, operátiratokat és dalátiratokat is készített, és hát a magyar rapszódia az a végén azt hiszem elmaradhatatlan. Nem csak a szomorúságé kell, hogy legyen ma a főszerep, hiszen ünneplünk is, és méltó emlékezéshez az is hozzátartozik, hogy minél sokszínűbben mutassuk meg Liszt zenéjét, például a Válsz Impromptu, vagy több dalátirat az kifejezetten lelkes hangvételű. Nyugaton annyira nem szeretik Lisztet, megmondom őszintén, Bartókot valahogy egy picit jobban szeretik, egy kicsit üres virtuóznak tartják, például Bécsben vagy Németországban. Ukrajnában nagyon szeretik, és az orosz iskola egyébként is nagyon szereti a Liszt műveket, tehát abból is veszem észre, hogy rengeteg kurzust tartok több helyen, most is tartottam a Csajkovszki Akadémián kurzus, és rendkívüli magas volt a színvonal, és nagyon jól játszottak a növendékek. De ugyanezt a kurzust például már nagyon nehéz lenne megtartani Brüsszelben, vagy Bécsben, vagy Dániában is játszottak nekem növendékek Lisztet. Ott már teljesen más felfogással és máshogy közelítik meg. De hát ez a mi feladatunk, hogy ezt megfelelőképpen megtanítsuk és elmondjuk a növendékeknek, hogy ez nem csak üres virtuózitás, hiszen egy fantasztikus zenész volt, és egy olyan újítást végzett a zene irodalomban, hogy nélkül elképzelhetetlen lenne a 20. századi zene, sőt, akár szerintem a filmzene is. Amellett, hogy nagyon nagy virtuóz volt természetesen, de hát ugye élete vége felé az öregkori műveivel abszolút előkészítette például Bartók zenéjére, ebből is játszok ma. Balogh Józsefnek az egész életét végig kísérte az ikonikus zeneszerző. Hát az én pályámon nagyon fontos volt Liszt, és most is nagyon fontos. A diákéveim alatt rengeteg Liszt művet tanultam meg a versenyek miatt, amiken nyertem díjakat, Magyarországon és külföldön is. Például a Hámorszonát az egy emblematikus műve a zongora irodalomnak, talán az egyik legösszetettebb és legnehezebb darabja. Ezt többször játszottam és nyertem is vele Hollandiában díjat. Az is egy nagyon fontos darab az én életemben. De hát nagyon automatikusan alakulnak ezek a dolgok, és amikor az ember kap egy ilyen felkérést, akkor megpróbálja az alkalomhoz illő műveket kiválasztani. Nagyon széles az a repertoár, amit ő képvisel egyébként, tehát szinte megtanulhatatlan az összes Liszt darab, és nem is kell érdemes egyébként kiválasztani az embernek azt, ami saját profiljához illik. Nincs kedvencem, az nagyon unalmas lenne.